Üdvözlök mindenkit ebben a videókészítményben. A mai videóban FIFA mobilozni fogunk. Természetesen, hogy más, hogy fejlesztés, csapatfejlesztés. Na, figyelj, elkezdtem itt nézni a questeket, hiszen kint van már az új UCL Best 11, tehát tényleg ezek top játékosok. A bajnokok ligáját, hát így, még az utolsó cuccait is úgymond kiszedve, felboostolt játékosokat lehet itt megszerezni. A Player Gallery-ben megtalálod, hogy a nagy része City is, de egyébként van más is. Szóval ezek elég durva játékosok, viszont nekem az a bajom ezzel, hogy amúgy érdekes, mert még mindig a bajnokok ligájánál vagyunk leragadva, én azt hittem, már kicsit tovább megyünk majd. Na mindegy. A lényeg, hogy itt azért vannak jó játékosok, és ahhoz, hogy itt a questeket teljesíts meg, mindenféle cuccot elérje, így bele is megyek akkor a questekbe, azt nézegettem, hogy itt oké, hogy begyűjtögetem ezeket a vackokat, ez nagyon szép és jó, de hát figyelj, olyanok vannak itt, elolvastam, City játékosnak kell lenni, kezdőben, meg ilyenek, három City játékos, na most egyet már tudok, mert ott nagyon rosszul éreztem magam, hogy nem azt a kapust tudtam megvenni, akit nagyon-nagyon szerettem volna, úgyhogy már azonnal megyek is vissza, és nézzétek a csapatot, bizony a kapus posztom, ott van Ter Stegen, ez nem állandó, ezt csak úgy beraktam, hogy legyen valami. Mert hogy gyűjtögettem a coinokat, meg eladogattam játékosokat, és nagyon pici hiányzott, hogy a Magnell helyett az Ederson tudja megvenni, aki 112-es, ugye, mert megnyerték a B-et, így fel lett boostolva, úgyhogy eladtam a Magnent. Mondtátok amúgy, hogy többen is, hogy jó, nem jó, vegyes volt az érzelem, és hát, na jó, nem adtam még el, nagyon rajta vagyok az eladásán, tényleg nagyon-nagyon szeretném eladni, úgyhogy remélem, hogy valaki meg fogja venni, és akkor jöhet majd az Ederson. Úgyhogy addig is eladtam az olyan játékosokat, főleg tocosokat, akikkel már nagyon nem lehet mit kezdeni, ott van Alexis Sanchez, nagyon komoly pénzért adtam előtt is, az egészen jó volt így, úgyhogy 171 milliónál vagyok, de ahhoz, hogy meg tudjuk venni az Edersont, meg kell adni a Magnet, vagy kiváltom a UCL Best 11-es részből, hiszen itt van, ezt akarom megvenni tulajdonképpen, de az exchange nagyon húzós, mert hogy 111-es játékost kellene beváltani, na most itt nem tudom, ugye értelmszerűen meg is lehetne venni, de akkor is, ha még egyszer megveszem pénzért, hogy be tudjam törni, rendben van, de utána 110-es játékost is kéne. Hát és Lampardot se szívesen törni? Á, nem. Inkább megveszem az Ederson. Ez nagyon költséges. A grill is az könnyen kiváltható, hiszen 109-es játékos kell, de nem kell a kutyának se a grill is. Úgyhogy az meg azért nem jó. Na mindegy, úgyhogy nem olyan egyszerű. Mindenesetre van itt is PES, úgyhogy ott azért gyűjtsük be, amit be lehet, mert ezek mind pénzek. Nagyon komoly PES pont, minden, amit szeretnél. És menjünk vissza a questekhez, gyűjtsük be az ilyen napi fontos dolgokat is, hiszen itt is vannak azért olyanok, amik majd segítik a PES előre haladásunkat. Úgyhogy ezeket már az a nyomban be is gyűjtöm. Úgyhogy addig is, amíg ez a tranzakció nem lép érvénybe, nem veszik meg tőlem a Magnet, addig is természetesen a Ter Stegen az jót fog védeni ott, legalábbis reménykedek benne, mondtátok, hogy annyira nem rossz, alapból 110-es, most így felbúzta a 114-es, plusz a 15-ös, a skill boost nem olyan vészesen rossz, úgyhogy ennyi a boltba, nézzük meg a csomagokat, hiszen az is eléggé fontos, itt nem lett új, Hall of Fame-be természetesen itt van, jó cucc. Olvastam, megmondtátok is, hogy volt itt bug, az egyik ilyen gemes cuccér, amit gemér lehetett venni, irreálisan jót adott be mindenkinek, de aztán lehet ez már azóta megváltozott, de az elején voltak ilyen érdekességek. Azt hiszem erről van szó. Vegyünk meg egyet, nézzük meg, hogy ad-e valami értelmeset, nem. Mondjuk a 2 millió coin, az nem rossz. Figyelj, ez nagyon nem volt rossz. Jó, mindegy, oké. Event shopban még a researchnél is a free packet begyűjtjük, illetve itt is tudok egy kis coint magamével tudni, hiszen a napi tréningeket folyamatosan nyomom, minden nap egyet, úgyhogy nem viszem túlzásba, de ez mind 80 000 coin, úgyhogy ezzel is tovább növeljük a dolgokat, úgyhogy ez is megvan. Ami itt még fontos lehet itt a eseményes cuccnál, hogy megint
véget ért, lenullázottak új hónap, a Division Rivals Ranked cuccok, úgyhogy mindenki kapott lóvét, majd ilyen pontokat, és akkor abból lehet vásárolgatni. Nekem itt, ami érdekes lehet, ez a 111-es játékos, én ezt szívesen kiváltanám, van egy csomó poszt, ahova be is tudnám rakni, van egy csomó poszt, ahova nem tudnám berakni, de ez úgy nem tűnik rossznak, rossz dealnek, ha más nem, akkor meg coin marad, ugye. De ehhez még a 4000-hez még egy pár ranked meccset le kell tolnom, de aztán majd lehet, hogy egy következő videóban már éppenséggel ki is tudjuk váltani. Oké, itt megvan az összes quest, nézzük a napi csomagot, még 1 millió, nagyon jó. És itt is begyűjtjük, amiket csak lehet, az összes ilyen dolgot. Hát ez remek, ez több mint remek, úgyhogy 176,5 milliónk van kerekítve. Star Pass-nél is begyűjtöm itt a dolgokat, hiszen itt azért újabb stadion coin van. Úgyhogy akkor vissza a store-ba, hiszen a stadiont lehet vásárolgatni, és célom, hogy az összes meglegyen. Azért ez poén egyébként, főleg így ingyen, ez így nem rossz, úgyhogy mit tudom én, meg igazából tök mindegy, de megveszem ezt. Estadio de las Artes, úgyhogy szuper. Nagyon boldog vagyok. Na, vissza! Na és akkor a Hall of Legends-be azt hiszem, hogy akkor itt a passba is tudunk előre haladni. 105-től 111-ig játékos, az mondjuk azért egészen izgalmas. Nézzük meg, kit ad be, itt tényleg adhat be nagyon jót is. Megnézzük, nem volt esemény, nem volt semmi. 105-öset adott be, hát ez a legrosszabb, ami jöhetett, úgyhogy eznek annyira most úgy nem örülök. Na mindegy. Viszont itt megcsináltam tegnap este a meccseket, úgyhogy begyűjthetjük a legend pontokat, és ez azért fontos, mert így haladhatunk előre. Itt van egy ilyen chapter quest round 1, ami annyit jelent igazából, hogy menedzserbe kell nyomulnod, ott kell meccseket nyerni. Itt már majdnem meg vagyok, egyébként egész jó haladok. Úgyhogy sikerült egy olyan meccset lenyomnom menedzser módban, nem tudom mit csináltam nagyon jól, vagy az ellenfél nagyon bénán, de valami 6-7-0-ra nyertem menedzserbe, még ekkora győzelmem soha nem volt. Itt mondtátok többen is, hogy nem figyeltetek, nem olvastátok el, azt hittétek mind a 3 ikont ki lehet szedni, és az elején a Hall of Legends-nél belenyomtatok egyből az elsőre úgy, hogy ez nem is jó nektek, úgyhogy ez nagyon nagy baj. Én ezt átnéztem, direkt ezért csináltam is videót róla, úgyhogy a Cafu-ra fogok rámenni, úgyhogy egyenesen nyomjuk, nem ágazok el sehova, hanem itt egyenesen végig szeretnék menetelni. Aztán nem biztos, hogy összejön, mindjárt megnézzük, hogy hány napig tart ez az esemény, mert itt azért nagyon hosszú az út, addig a Cafu-ig, pedig azt nagyon-nagyon szeretném. Úgyhogy megnézzük a live eventnél írja, meddig tart. Még 23 napig, nagyon necces. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy sikerülni fog. Persze mindent megteszek majd, de FIFA pontokat még azért nem... Azon nem gondolkodtam, hogy ezt költsek rá. Jó, most azt nem tudom, hogy itt fejlődtünk valamit? Ide érdemes visszamenni? Aha, nem. Jó, oké. Oké. Na, figyeltek, exchange-et megnézem. Azt már egy jó ideje nem néztem meg, hogy van-e valami újdonság, de ahogy látom, őszintén szóval semmi olyan új nincs, ami nekünk hasznos lehet. Itt sincs a híroznál. Jó, akkor ez ennyi volt. Úgyhogy most a nagy dolog, amire várok, hogy végre megvegyék ezt a megnent. Remélem, hogy előbb vagy utóbb meg fogják venni. Azt mondja, hogy my orders. Igen, hát ez nagyon-nagyon király lenne, hogyha valaki ezt megvenné. Én bízok benne, hogy ez eladható, és nem fog itt rajtam tengeni-lengeni, csak most egyenlőre senkinek nem kell. Úgyhogy reméljük, hogy majd előbb-utóbb nyelbe ütődik az üzlet, és akkor meg tudom venni a bevételből majd azt az Ederson-t. Vagy hát nem tudom, kit kéne, mert amúgy City játékos kéne. Az lenne most ugye a cél, hogy tudjam teljesíteni a questeket. De 3 City játékos az egészen soknak tűnik. Bemegyünk, hogy Premier League. Bemegyek, hogy... Ja, na, hát ezt gratulálok. Szóval bemegyünk, hogy Premier League, igen, és akkor a csapatok között, ja, hogy így, aha, ez egészen bonyolult, jó, felfedeztem, szóval City, nézzük, De Bruyne, hát ezek igen, hát 1 milliárd, 2 milliárd, 2 milliárd, Jézus Atya Úristen, még a Foden De Bruyne, ami számomra elérhető közelségben van, így coinba, meg a Haaland, de ott meg ott van a Mbappé, őt nagyon szeretem. Úgyhogy ezek egészen gondolkodtatók. Itt az Ederson az, ami tényleg jó. A Touré az megvan, mint City játékos, az szuper, de hát az egy. Amellé még kéne valaki. Úgyhogy
A többiek meg már annyira gyengék, hogy az már igazából teljesen mindegy. Itt az elejéből kéne levadászni ezt az Ederson-t, és akkor utána el lehet gondolkodni a De Bruyne megszerzésén, vagy eleve a De Bruyne-re megyek rá, mert az egy nagy fejlődés csapatnak. Remegyünk vissza. My team. Hát igen, mondjuk a Renato Sánchez helyett a De Bruyne. Az mondjuk amúgy izgi lehet, vagy... Hát igen, a Turét ezt nem szedem ki, mert akkor nem tudom a questeket teljesíteni. Amúgy meg vagyok elégedve a csapattal, most így jelenleg nem olyan rossz. Fel tudom venni a versenyt akár a nagyobbakkal is. Úgyhogy azt mondom, hogy játszunk, mert hát hova máshova menjünk, hanem egy kis játékban, mondjuk egy head-to-head meccsben, hiszen most minden lenullázódott. Hogyha nagyon béna voltál, akkor vissza is pakolt egy picit, úgyhogy itt a menedzserbe állok a legjobban. A versus attackot tényleg nagyon ritkán tolom, de ez a head-to-headet ezt kéne ütni. Úgyhogy azt mondom, hogy nyomjunk egy meccset, miért ne nyomhatnánk. Úgyhogy nézzük meg akkor, hogy mire megyek. Remélem, hogy itt lesz valami sikerélményem, mert mindig videón kívül valamiért tök jó vagyok, jó, a tök jótól messze vagyok, de hogy jól játszok, szoktam nyerni, döntetlenezni, és videóban mindig kikapok itt, és ezt nem hiszem el amúgy, hogy lehetek ilyen béna, pont amikor számítana. Menedzsert meg nem akarok nyomni, mert az igazából az ilyen meccsnézés tulajdonképpen, abban nem túl sok izgalom van. Nézzük az ellenfél csapatát, Bappé, Salah, mondjuk a Salah az beteg jó lehet, de neki is testégen van a kapujába, ugye az egy ingyenesen kiszedhető megoldás volt. Nézzük Renato Sánchez-t, kis névrokonság is felüti a fejét, hát ezt teljesen bénán belevezettem az ellenfélbe, de nem tudott belőle megindulni. Olyannyira nem, hogy végül nálam van a labda. Ó, Bappé! Hát ott nem ugrott fel az ellenfél. Nem tudom, hogy nem vette be a gombot, vagy mit csinált, bealudt. De ott, ha felugrik az ellenfél, ott, igen, hát akkor ez simán kifejeli. Nem így történt, Bappé gólt fel, pedig ő aztán nem egy nagy fejelős játékos, és az ellenfél azonnal kilép. Hát ez így nem nagy feeling. Jó, hát a maradék időt a gépen lejátsszuk le. Mondom, van olyan játékos, akinek jobb a gép. Úgyhogy ennyire úgy nem vagyok meglepve. Meg hát figyelni kell továbbra is. Mert ha itt behúzza a gép, akkor még jól kijöhet belőle a srác. És ha jó játékosaid vannak, akkor bizony a gép is tud jól játszani. Itt a példa, hogy a kisfiú az önmagában nem ért semmit, de maga a gép az egyből egy kapura lövést. Csak ilyenkor mindent nagyon lassan végez el, ugye? A kirugást, a szögletet, úgyhogy szabadrugást, úgyhogy nem szabad ilyeneket hagyni neki, mert akkor soha nem ér véget a meccs. A középkezdést azt azért megvárom, hogy elvégezze, mert az azért más kategória, akkor az azt jelenti, hogy gólt lőttünk, úgyhogy meg tudom bocsátani a dolgot. Aha, ez egy jó kapufa Bappéval. Puskás, ó nem. Ó nem, hát ez nem jött össze. Nem adtam olyan videó helyre. SCH-val is kéne játszani meccset, ugye videós kollégával, mert ő is elég erőteljesen csapatja itt a nagy FIFA mobilozásokat. De most sincs benne az irodába, így meg aztán nehéz lesz. Illetve rám fér a gyakorlás, mert Bappé volt szerzett. És úgy szintén fejesből, ha jól láttam. Igen, nem volt ott senki. Jó. Hát egy-egy, és ráadásul úgy, hogy a srác kilépett, úgyhogy ez meg még kellemetlenebb. Stoichkov. Vissza. Azaz. Na, ez már jónak tűnik, Puskás, abból lövés is lehet. Megint kapufa, ezt nem hiszed el amúgy. Hát komolyan vicc már. Bakker, hogy amúgy kapufákból már kettőt is lőttem. Pedig azért az eléggé nehéz eltalálni azt a kis lécet, de nekem kétszer is sikerült. Csak hogy ez nem ér semmilyen pontot, semmilyen gólt. Kapus kirúgás. Nem akarok döntetlenezni, mert az a Division Rivals szempontjából nem tudom. Szeretnék előre felé lépegetni. Hát ez hihetetlen, és Salával is lő egyet. Nem volt veszélyes, de azért átrakított a Kingre a második fél időbe. És pontszámra a skill boostok miatt ez egy rosszabb csapat az övé. Úgyhogy jó lenne, hogyha összekapnánk magunkat. Guvu. Micsoda nevek. És kiengedi, na hát igen. Azért bénázás javából. Stoichkov ismét.
Elvesztem vele a labdát, gyönyörű. Rabiot, hogy kipasszolgat? Touré, menj oda. Teljesen kipasszolgatnak, nagyon szomorkás. Ha Szálával legalább nem engedjük lőni, az azért elég fontos, hogy Szoboszlai csapattársan előjünk nekünk volt, mert benne van bármikor, mert olyan lövőkészsége van. Jó, az testégené. Úgy vigyük előre az akciót gyors passzokkal, Lucas Moura, az jó, Puskás, kicsit túlhúztam azt a cselt, bakker, pont a tömegbe belecseleztem. Inkább egy lane change-el kellett volna menni. Aha, na igen, erről van szó. Lám. Kinek lehet adni? Bappé miért ennyire hátul van? Nem baj, legalább lehet vele lőni. Megint kapufa. Most már azért tényleg álljon már meg a menet. Három kapufa, és szerintem mind három Bappéval. De hogy kettő biztos, az... Ah, na jó. Megint. Turi! Hogy jó? Tudom. Igen. Na végül. Jézusom, ez a három kapufa idegörlő. Minden esetre nagy mákkal, de vezetünk megint. 2-1, és akkor most kellene egy defenzíve felállás. Nem sokat kellene kibírnunk, hogy meglegyen ez a meccs. Remélem, hogy ez összehozható, és nem egy ilyen lehetetlen dolog megnyerni rohadt mérkőzést. Bár az én teljesítményemmel eléggé annak tűnik mellé. Honnan mellé? Én azt bent láttam. Én azt komolyan bent láttam. Mo Salah. Az jó. És szabályos. Bár nem tudom, kicsit erőszakosnak tűn, de bíró azt mondja, én elhiszem neki. Rabiot. Üha. Ne, csináld! Annyira benne volt. Ez annyira benne volt, hogy kapok még egyet. És ilyenkor nincs hosszabbítás. Hogy enged? Defenzíven volt a felállás. Hogy történhet ilyen, hogy ennyire egy idő van? Én azt nem értem. Na Puskás, fúzd meg! Túl jól megfutottad. Mondjuk visszaadtam neki, megint a tömegbe beleadtam. Ami üres területekre kéne játszani, mert ez teljesen kínos, és le fog járni az idő. Hát! Nem hiszem. Jaj, felborítok minden. Hát, nagyjából ugyanannyit lőttünk kapura. Mindegy, legalább a tokeneket gyűjtöm, ugye azért majd egy picit később, ha még szerzek pár tokent, akkor lehet abból valamit csinálni. Menjünk, nyomjuk a versus atakarankedot, mert ott meg mennem kéne fölfelé még, mert így az ellenfeleket simán elveri még a gép is. Élvezetesebb lenne, ugye egyre följebb mennék, és akkor egyre több rewardot is kapnék, úgyhogy nem kellene itt elhúzni az időt. Itt mindenki a saját keretével megy, úgyhogy reméljük, hogy azért tényleg eredményesek leszünk, az ellenfél kerete jó vagy gyengébb, főleg a skill boostok miatt, mert azért ott volt a Ronaldo, meg minden, tehát nem volt rossz, csak a skill boostok miatt egy picit gyengébb volt. Kerete, na nézzük. Ez legalább jól szokott menni, itt azért nem kapufázgatok annyit, vagy ha igen, akkor ez gól, kapufás gól. Borzalmas volt, ez ilyen rémálom kategória volt, hogy három kapufát is sikerült összehozni. Jó, hát az a baj ugye, hogy ez így nem fair, mert ugye nagyon könnyű maga a meccs is. Az ellenfél játékosai is olyan jók, ez is számít azért, illetve nekem nagyon jó helyzetekből van. Ugye az ellenfélnek direkt nagyon rossz helyzetekből kell gólt lőnie, de majd ha följebb jutok Division Rivals-be, akkor már más kategória lesz. Addig meg ezt össze kell szenvedni, hogy jó legyen. 7-0. Puskással belőjük a 8-at, hát nem is tudom amúgy már nélkül itt a gólokat, de próbáljunk meg minél többet. A 12-13 gólt itt illene ilyen mutatókkal, ilyen jó helyzetekből összeszedni. Úgyhogy ez ilyen, ez egyértelműen célkitűzés, a 13 gól. Ha már egy kis gyakorlásról van szó. Stoichkov lőd be, kivédi. Mura, Dere, 12, és akkor a 13-at is remélem sikerül meglőni. Puskással azért csak menni fogott a 13, ez minimum elvárás volt a részemről, és meglőjük a 14-et is. Nagyon jó, de hát nem volt fair ügye. Na mindegy, a
pénzecske megvan, ezért értelemszerűen jóval kevesebbet kapunk, de hát igyekszem majd ezt is csinálgatni, hogy ne legyen ennyire unalmas. Megnézzük, még az eladás sikerült-e, vagy sem, még nem sikerült, tehát akkor türelmesen várunk. Ennyi lett volna ez a FIFA Mobile rész, srácok. Most olyan hűde nagy csapatfejlesztés nem történt, mert pénzeket gyűjtögetünk, de ez még nem elég az Ederson-ra, el kell adni a Magnen kapust, és akkor jöhet az Ederson csapatba. Vagy a De Bruyne a középpályára, mert hogy azért 177 milliónk van, és még erre rájöhet egy 200-as, az eléggé finomnak tűnik. Úgyhogy én köszönöm szépen nektek a figyelmet, sok sikert nektek is, csináljátok ezeket az ikonos cuccokat, aztán szépen haladunk előre, mindenkinek fejlődik a csapata, és meglátjuk, hogy végül is majd az ikon hogyan illeszkedik, az a Cafu az óriási célom, hogy elérjem, de addig is meg ne eladásán fáradozom. Legközelebb találkozunk, jók lehetek, iratkozzatok fel, nézzetek át a többi csatornámra is, a futballkárcunkra, a tradingkárcunkra, mert ma mindenhol új videó lesz, itt is, ott is, meg amott is. Sziasztok!